mindannyian nagyon büszkék vagyunk arra, hogy már a második közös ékert nyílik Kispesten, hiszen az első is nagy sikert aratott. Ez volt tulajdonképpen a minta program az egész országban, hiszen az ország első önkormányzati közösségi közterületen megnyílt közösségi kertje az Kispesten nyílt tavaly, és most már második megnyitóján az itteniek Arany Katica kertnek nevezték el a saját kertjüket. Ez egy picit nagyobb, mint az első, több mint 1000 négyzetméteren, 7 négyzetméteres nagyobb parcellákkal, 27 család kapott itt lehetőséget arra, hogy különböző növényeket, fűszernövényeket, paradicsomot, paprikát, padlizsánt és mindenfélét, ami alkalmas az itteni termesztésre, azt termeljen. És hát ez látható, hogy a Közpark Kft., a Városi Kertek Közhasznú Egyesület és az önkormányzat és az itt lakók összefogásaként megint egy nagyszerű alkalmon lehetünk itt, hiszen nem csak egy új kert születik, nem csak arról van szó, hogy itt a lakótelepen élők tulajdonképpen megtermelhetik maguknak azokat a terményeket, amire esetleg elmennek a piacra, hanem egy igazi közösség is alakul itt is. Az első közösség kert alapján mondhatom ezt, hiszen ott már egy élő, működő közösség jött létre, de már itt is tulajdonképpen ezen a részén is túl vagyunk, hiszen együtt, az a 27 család együtt alakította ki velünk együtt ezt az új lehetőséget, és bízom benne, hogy ez a második lesz, és ennek lesz még folytatása Kispesten, tehát azt tervezzük, miután sokan vannak a várólistán, hogy máshol is lesz lehetőségünk a kerületből új közösségi kertet nyitni. Nagyon sok a fiatal családos, de vannak köztünk nyugdíjasok is. Rengeteg a gyerek, tehát azt gondolom, ami ez a közösség más, mint esetleg a többi idáig, hogy nagyon sok gyermek van a kertünkben, ezért gyorsan építettünk is homokozót. A termelés az nagyon vegyes, de azt gondolom, hogy paradicsom, paprika, tökfélék azok, amik legnagyobb mennyiségben megtalálhatóak a kertünkben. Nagyon aktív a közösség, van Facebook csoportunk már nyílt is és zárt is. A zárton gyakorlatilag non-stop megy a levelezés, hogy akkor na este 6-kor lejövünk, sütünk, hozok szalonnát, én kenyeret, jó, akkor itt vagyunk, találkozunk. Vannak ilyen spontán akciók, kisebb csoportosak, és akkor vannak nagy megtervezett eseményeink is, amikor tudatosan készülünk rá, hogy szombaton összeülünk, és például így épült a homokkozó, a bútorok, akkor a gyomlálás, most kimondottan összeültünk, készültünk a kert megnyitóra, tehát nagyon-nagyon élénk a közösség, illetve mondhatni, hogy heti szinten biztosan van egy nagyobb, majdnem az egész társaságot megmozgató esemény a kertben.